bitcoin. Egy ötszen és a szőke illat félúton kiszáll, valami folytogat, ám a nyakján ő az összhatáshoz jár. Ide nézze ezt, mit tudjuk, mostani pasit. Aki mondja ezt, ide belássák, aztán! Köszöntök mindenkit az eleven beszélgetésen. Kérlek titeket, hogyha van még szabad szék, akkor üljetek le. És akinek nem jutott szék, hozzunk egy-két pokrócot, azt is le lehet teríteni, és arra is le lehet ülni. És mi ketten leszünk a moderátorok Annával, akinek oda is adom a mikrofont, és akkor Anna elmondja a moderációs szabályokat. Menni fog? Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Szokásos módon lesz moderálva a beszélgetés, ami azt jelenti, hogy ugye ez egy nyitott beszélgetés, bárki megszólalhat, ez úgy történik, hogy jelentkeztek, akkor én felírom a neveteket, és sorrendben fogom odaadni mindenkinek a mikrofont. Mivel elég sokan vagyunk, ezért azt kérném, hogy viszonylag hevesen integessetek, és várjátok meg a szemkontaktust, hogy észrevegyelek titeket. Egyébként pedig számítok a kollégák segítségére, hogy senki ne maradjon ki. Igen, és azt is kérnénk, hogy a megszólalások előtt mutatkozzatok be. Ezen kívül pedig vannak kézjeleink, a beszélgetést elősegítendő. Hogyha valamivel egyetértünk, akkor nem tapsolni szoktunk, hanem így fölül megrázzuk a kezünket. Ha valamivel nem értünk egyet, akkor itt alul megrázzuk a kezünket. Jó. És hogyha valami tárgyi korrekciót akar valaki gyorsan közbevetni, akkor egy ilyen kézjellel egyetlen mondatra meg lehet kapni a mikrofont az illető beszélő mondatának a befejezése után. Oké. Okay. Jó, arra kérnék mindenkit, hogy próbáljunk meg úgy állni, hogy lássuk majd mindenkit, mert hogyha hozzá akartok szólni, akkor jó, hogyha látunk titeket, és akkor a mai beszélgetés... imáron a, jól számolom, a negyedik közös beszélgetésünk.
A PSZ-szel kezdtünk el egy együttműködést a József Nándor téren, a Szegény Kórháznál láttatok minket vendégül, ott tartottunk meg egy beszélgetést, majd tartottunk egy közös beszélgetést ennek a programnak a záró eseményén a Kossuth téren, és itt tartottunk egy beszélgetést, amikor ennek a két beszélgetések a tanulságairól beszéltünk. És a harmadik, a negyedik beszélgetés, ennek a beszélgetésnek az apropója, amikor elhatároztuk, hogy beszélgetni fogunk, akkor a Sándor Mária elleni támadás volt az a kiindító pont, amikor mi megkerestük telefonon a Lacit, és azt mondtuk, hogy újra szeretnénk erről beszélgetni, és ez lesz majd a beszélgetésünk kiinduló pontja. A koreográfia az az lesz, hogy meg fogunk hallgatni egy verset, azzal fogjuk kezdeni a beszélgetést, és utána a Laci fog egy felvezetőt tartani. És akkor, ha mehet a vers. Babics Mihály, Fekete Ország. Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt. Minden fekete, de nem csak kívül. Csontig, velőig fekete. Fekete, 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 fekete. Fekete ég és fekete tenger. Fekete fák és fekete ház. Fekete állat, fekete ember, fekete öröm, fekete gyász. Fekete érc és fekete kő. Fekete föld és fekete fák. Fekete férfi, fekete nő, fekete, fekete, fekete világ. Áshatod íme, vághatod egyre az anyagot, mert lusta, tömör, fekete földbe, fekete hegybe, csapd a csákányod, furd be fúród, s mélyre merítsd bár tinta patakját, még feketébben árad, ömöl. Nézd a fűmagját, nézd a famatját, gerletojását, csillagolyó, fekete, 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 fekete kelme, fekete elme, fekete arc és fekete gond. Fekete ér, fekete vér, fekete velő és fekete csont. Más szín a napfény vendégmáza. A nap a színek piktora mind, fekete belül a földnek váza. Nem a fény festi a fekete színt, karcsú sugár ecsetével nem. Fekete az anyag rejtett lelke. Jaj, fekete, fekete, fekete. Szól? Most igen. Már megrettentem, hogy nagyon halk lesz a hangom, ami nem jellemző. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon azt kell, hogy mondjam, boldog vagyok, mert olyan érdeklődés van, amire talán sokak nem számítottak. Mi számítunk, mert egyre inkább érezzük az érdeklődést. Miért vagyunk itt? Volt egy támadás Mária ellen, amit így mondtak ki, de mi úgy éreztük, hogy ez a támadás nem Mária ellen, hanem minden Sándor Mária ellen, minden szakdolgozó, minden egészségügyi dolgozó ellen volt, aki véleményt nyilvánított, aki fölvette magára a fekete pólót, kitűzte a fekete szallagot, és ezzel jelezni akarta, hogy komoly aggodalma van az miatt, hogy a magyar egészségügy milyen irányba tart, hol van most, és vajon tudjuk-e mi azt biztosítani, amire esküdtettünk, amit vállaltunk, hogy az életünk folyamán biztosítunk a társadalomnak a biztonságos betegellátást. Amikor kifejeztük ezeket az aggodalmakat, akkor ellentámadás ért bennünket, és néha olyan helyről is ellentámadás ért bennünket, akiknek az lenne a dolguk, hogy pont az érdekünkbe kiálljanak. Ez hozott ide bennünket. Kis László vagyok, ápoló, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja, akinek a részvételi demokrácia szabálya szerint
a választási jogosultságát megtagadták. Sándor Mária vagyok, szintén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja, aki följelentett engem. És nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, kolléganőknek, a civileknek, a politikusoknak, hogy eljöttek. Köszönjük, hogy itt vagytok. Nem, köszönjük mindenkinek a részétet, és arra gondoltunk a mai beszélgetés alkalmával, hogy történeteket szeretnénk meghallgatni, tehát hogyha valaki volt hasonló helyzetben, tehát az egyik kérdés, ami foglalkoztatott minket, a korábbi beszélgetéseken szóba került a félelem, és szóba került a félelem akkor is, amikor itt kinn a téren beszélgettünk, szóba került a félelem úgy is, hogy sokan még a Facebookon sem merik lájkolni a fotóinkat, és szóba került a félelem akkor is, amikor kinn a Kossuth téren beszélgettünk. Sokat beszélgettünk a félelemről, és a legvégén a beszélgetésnek talán Lényi András mondta, hogy több bátorságot és több kiállást várnánk el a közalkalmazottaktól és mindenkitől tulajdonképpen, és akkor te voltál, Laci, aki elmondtad, hogy mi az az egzisztenciális helyzet, ami miatt nem várhatjuk el az emberektől azt, hogy felvállalják azt, amit Mária fölvállalt. És ezután indult meg ez a támadás, és akkor arról beszélgettünk, hogy mi a különbség aközött, hogyha valaki egyedül marad akkor, amikor szembe mer szállni a hatalommal, tehát ugye egész egyszerűen nem teljesít valami teljesen értelmetlen utasítást, vagy felismerve azt, hogy a helyzete tulajdonképpen kilátástalan tiltakozásba kezd, és mi a különbség aközött, amikor valamilyen csoport, valamilyen közösség mögénk áll. És miközben szerveztük ezt a programot, a pedagógusok részéről, akikkel szintén most sokat dolgozunk együtt, és ott látok is egy hat logót, beszéltünk szintén erről, és egy korábbi, hogy őrájuk is most egy elég nagy súly nehezedik, hiszen a fennálló rendszer tőlük várja el azt, hogy tulajdonképpen a magyar lakosságot elbutítsa és engedelmeskedve a hatalom parancsának olyan dolgokat tanítson meg, amivel nem ért egyet. És akkor, amikor a József Tándor télen beszélgettünk, akkor Tencsényi Borbála mesélt arról, hogy korábban, még a rendszerváltás előtt a pedagógusoknak lett volna lehetősége, lett volna mozgástere, mert pedagógus hiány volt arra, hogy tiltakozásokat szervezzen, és akkor ők ezt nem vállalták fel. És most valahogy mindenki tőletek, vagy az egészségügytől várta ezt a tiltakozásnak a megkezdését, hogy az lenne a kérdésem, hogy te hogy látod ezt a szerepeteket? Tehát, hogy a saját ügyetek kiállásán túl van-e még valami olyan jelentése, hogy rátok nehezedik ez a súly, hogy az egész ország azt várja, hogy valahol meginduljon egy ilyen kiállás? Ez egy nagyon érdekes helyzet, amiben kerültünk. Ugye elsősorban az érdekvédelmi szervezeteket nézik mindig, illetve várják azt, hogy kiálljanak a dolgozókért. Ez hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, azt kell, hogy mondjam, nem volt sikeres út. Valószínű, hogy az olyan újabb formációk, mint például a Független Egészségügyi Szakszervezet, pont ezek miatt jött létre, dolgozói szerveződés, hiszen a korábbi klasszikus nevű érdekvédelmi szervezetek nem igazán töltötték be azt az érdekvédelmi szerepet, amelyet elvártunk tőlük. Most a tavaszi nővérmozgalmak kapcsán természetesen mindenki az egészségügyre nézett, legalábbis én úgy gondolom, hogy elég széles körben ismerté vált az a dolgozói
aggodalom, amelyet megjelentettünk, és amelyre mi vártuk azt, hogy a civil háttér, a társadalom nagyon keményen odaáll mellénk, érezve azt, hogy az a mozgalom, amely elindult, az elsősorban nem a nővérekért, hanem valóban az egész társadalomért indult meg. Úgy érezzük, hogy ennek már van hatása, az is hatása, hogy itt ülünk körben, és az is hatása, hogy egyre több helyre hívnak bennünket, tehát ez a mozgalom el fog indulni, mert eddig Budapesten voltunk jelen, leginkább itt összpontosultak az akciók, rövidesen a vidéki városokból is hallani fogtok rólunk, mert igény van arra. Nagyon nehéz a mozgás. A vidék nem fog felutazni Budapestre, Budapest nem fog elmenni vidékre. Mindenhová el kell vinni ezt a mozgalmat, és meg kell mutatni azokat a képeket, amelyeket itt megmutattunk, összegyűjtöttünk, azokat a történeteket, amelyeket hordozunk magunkba, és azokat az aggodalmakat és félelmeket, amelyeket itt meg tudtunk jeleníteni, ezt el kell vinni vidékre is. Én úgy érzem, hogy onnan is erőteljes az érdeklődés, és valóban nagy súly, nagy nyomás van rajtunk, hiszen elsőként léptünk fel így. Elsőként kaptuk azokat a támadásokat is, amelyeket a közszférában a többi kollégáink ugyanúgy valószínű, hogy meg fognak kapni, hiszen látható, érzékelhető, hogy azok, akik hangot adnak a gondoknak, bajoknak, akik véleményt nyilvánítanak, rögtön a hivatalos szervektől akár egy etikai kódexbe bújtatva, de ellentámadást kapnak, megpróbálnak bennünket elhallgattatni. Nem lesz egyszerű dolog. Ha már ez a hivatástudattal telített, tudom, hogy érdekesen fogalmaztam, de önmozgó ágazat, amely pont azért nem omlik össze, mert viszi magát tovább hivatástudatból, és nem hagyja ott az ellátottakat, és nem fog sztrájkba lépni azért, mert az ellátottak számítanak rá, tehát a betegek, az ápoltak, és akik majd megszületnek, és természetesen azok is, akiknek lecsukjuk a szemét. Ők számítanak ránk, mi nem hagyjuk ott a beteg ágyat, de nem fogjuk azt sem hagyni, hogy ez az ágazat úgy örüljön ki, és úgy ne legyen utánpótlásunk, hogy valamikor egyszer csak arra döbbenünk, hogy senkit nem lát el senki. Tehát nem szeretnénk sámándobbal gyógyítani, itt szakemberek vannak ebben az ágazatban, komoly tudású szakemberek, és ezt nem szabad engedni, hogy külföldre távozzanak. Látjátok mögöttünk ezt a molinót. Mi azt kérjük, hogy most már ti álljatok mellénk, ti álljatok fel. Mi elindultunk, és nem fogunk megállni, de ez mindenféleképpen kell a civil társadalom támogatása is. Jó, szuper. Izgultam a mikrofon miatt, mert ez az a mikrofon, amit körbe szeretnék adni. És pont arra szerettem volna mindenkit bátorítani, hogy jelentkezzetek és szóljatok hozzá. A moderátornak az a szerepe, hogy egy picit irányítsa a beszélgetést abba az irányba, amilyen irányba a kör gondolkodik, és ez ténylegesen szükségem lesz a részvételetekre. Most két irányban tudunk elindulni. Az egyik az, hogy Lacit megkérem arra, hogy egy picit beszéljen az egészségügy helyzetéről, és arról, hogy hogyan látja azt az folyamatot, ami azóta lezajlódott, hogy legutóbb a Kossuth téren beszélgettünk, vagy elindulhatunk egy másik irányba, az pedig az, hogy magunkba nézzük, és magunkban meglátjuk azt a helyzetet, amiben Sándor Mária volt. És arról kezdünk el beszélgetni, hogy mi magunk, ti voltatok-e olyan helyzetben, amikor választhattatok a között, hogy kiálltok-e az igazatokért, vagy mások igazáért, vagy valamilyen egzisztenciális félelemből feladjátok ezt a helyzetet, és engedelmeskedtek a hatalomnak. Az András jelentkezett, úgyhogy lehet, hogy Márius jelentkezett, akkor Márius utána András, jó? Egy mondatot szeretnék reagálni rá, hogy az a helyzet, amiben én voltam,
Ma reggel 6 óra 50-kor arra ébredtem, hogy a kolléganőm zokogva hívott föl, hogy vegyem le az oldalamról a közös fényképünket, mert őt atrocitás érte miatt a kórházba. Ez a helyzet nem volt, hanem van. Van a mi szakmánkban, és akik mellém álltak, azok azokat nap mint nap atrocitás éri. És mindig ezt kérem szépen, hogy ezt jelezzétek felém, a független egészségügyi szakszervezet felé, mert ilyen nincs. Nem tudom, hogy a tempó érzékünk olyan kiváló-e, vagy a véletlenek különösebbesése, de ma egész rendkívül dolog történt, és erre kérdeznék rá, hogy mi a véleményetek, mint a szakmában érintetteknek, hogy mint tudjuk, a mai nap legfontosabb politikai eseménye, hogy lemondott az egészségügyért felelős államtitkár. A legmagasabb rangú egészségpolitikusa a kormánynak, ráadásul meglehetősen ilyen kényszeredetnek tűnő személyes egészségügyi helyzetére való hivatkozása. Szóval nem nagyon meggyőző, egyébként egy fes, jó kiállású emberről van szó. Tehát az a kérdésem, hogy értékelitek ezt a fejleményt? Ez vajon minek a jele, vagy mi hogyan befolyásolja az érdekvédelmi küzdelmek az esélyeit? Ez egy összetett történésnek az egyik része, hiszen azt azért elhangzott kérdésként, illetve a Byronnak a felvezetésében, hogy mi változott, vagy történt-e változás, vagy milyen hatása van egyáltalán a mozgalmunknak a jelenkori egészségügyben a változásokra. Volt egy nagyon erőteljes mondat Zombor államtitkár úr részéről május 12-én, önöknek mindenben igazuk van. Valószínű, hogy ez nem egy politikus mondat volt. Valószínű, hogy ez nem mindenhol aratott tetszést, hogy egy ágazatnak a vezetője, kormányzati vezetője ki mondta ezt a mondatot. Ezzel egy az egybe elismerte azt, hogy az a mozgalom, amely elindult, az elégedetlenség, amely az ágazatból zúg, az minden téren azt jelzi, hogy valóban nagyon nagy gondok vannak. Amit mi kinyilvánítunk, az valóban úgy van. Ez valóban azóta se változott. Talán akkor még reménykedtünk, hogy ez a mondat azt eredményezi, hogy tárgyalóasztalhoz ülünk, egyeztetünk, az érdekek érvényesítése talán úgy zajlik, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva, tehát végre nem az utcán kell tovább vonulni, hanem le tudunk ülni, és a lehető legtöbbet az ágazat az egészségügy érdekébe elérni. Hát ez nem így történt. El kell, hogy mondjam, hogy az az akciócsoport, amelyet mások fekete ruhásoknak, fekete ruhás nővérmozgalomnak neveznek, kiszorult a tárgyalóasztaloktól. A tárgyalóasztaloknál azok ülnek, akik május 12-én kritikát kaptak, az ágazat dolgozói, akik az utcán felvonultak, hátat fordítottak és kifütyülték azokat az érdekvédőket, akik akkor ott megpróbáltak megnyilvánulni. Ők ülnek a tárgyalóasztalnál, és jelen pillanatban velük tárgyal a kormányzat. Mi úgy néz ki, hogy ugyanúgy az utcára szorultunk. Tehát ilyen téren azt gondolom, hogy nagy változás nem történt, ezt az utcai harcot folytatnunk kell, és mindenféleképpen el kell érnünk azt, hogy tárgyaló pozícióba kerüljünk, hogy azok a követelések, amelyek valóban előre mozdítanának, amelyek megoldanák azt, hogy végre utánpótlás legyen az egészségügyi ágazatban, hogy a nővérek, akik elmentek, nem mind migráltak, hanem pályaelhagyók, tehát rögtön visszakerülhessenek az ellátó szférába, és segíthessék a munkánkat, amely most olyan terhekkel van rajtunk, hogy néha mi magunk csodálkozunk, hogy ezt hogy bírjuk. Tehát nem tudjuk, hogy mi az a motor, valószínű, hogy az, ami miatt erre a területre jöttünk dolgozni. Az, hogy az államtitkár ma lemondott, azt kell, hogy mondjam, benne volt a levegőben. Talán pont ez miatt, a mondat miatt is, az miatt, a kommunikáció miatt is, amelyet utána többször elmondott, hogy amit ő megtehet, meg fogja tenni, de van egy határ, amin ő nem tud túllépni.
és ez valóban így van. Ez megmutatkozott abban is, hogy az ígért béremelés, amit valószínű, hogy önök úgy értelmeznek, hogy az egészségügyben béremelés történt. Szeretném önöknek elmondani, nem történt az egészségügyben béremelés. 2012-13-ban volt egy béremelés, illetve két béremelés, és ennek a pótlék hatásait most hozzácsapták, egy adósságkezelés történt, és a teljes egészségügyi dolgozói gárdának csak egy része kapja ezt is, az, aki több műszakban dolgozik, több ügyeletet vállal, olyan túlóra mennyiséggel, ahol, ami sok esetben egy teljes munkaidőt lefedez még, hogyha oda egy másik nővért vennének fel, lenne dolga, tehát lenne fizetése. Ezeknek a pótlékait kapják meg azok a kollégáink, akik ilyen területen dolgoznak. Béremelés nem történt az egészségügyben, bármit kommunikál a kormány. Sajnos ez van. Tehát nem léptünk előre, sőt azt gondolom, hogy hátra léptünk. És hogy most mi lesz? Sötét helyzet. Nem tudjuk, hogy kit terveznek az államtitkári helyre, nem tudjuk, hogy az hogy tervezi egyáltalán a tárgyalásokat, a kommunikációt az ágazat dolgozóival. Vajon akar-e kapcsolatot tartani azokkal az emberekkel, akik fölött ő rendelkezik, hogy ezt kell, hogy mondjam. Nem tudjuk. Zsíriko vagyok, és mivel a lemondással kapcsolatban szeretném mondani, hogy remélem, hogy nincs igazon, de nagyon rossz jelnek érzékelem, mert amennyire tudtam követni Zomborgában, amúgy egyik humanista vonalat próbál képviselni. És a másik, amit nagyon ijesztőnek tartok a pedagógusoknak is, és az egészségi dolgozókra is, ez az elkezdődő etikai kódex, mert ez még veszélyesebb, mint az, hogy elveszti az állását, mert esetleg a szakmától való teljes eltiltást is jelentheti. Elnézést, én nagyon-nagyon pessimista vagyok. Az etikai kódexre egy pillanatra kitérő, itt van a kezemben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának az etikai kódexe. A legelső mondatot, ha megengedik, felolvasnám, és ebben van a lényeg. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaraja etikai kódexe az alapvető hivatásbeli erkölcsi követelmények megfogalmazásával iránymutatásul szolgál az egészségügyi szakdolgozók számára a betegekkel és a társadalommal kapcsolatos, illetve az egymás között követendő etikus magatartás szabályairól, tovább az etikai vétségnek minősülő cselekményeiről. És itt a dolog lényege. Folyamatosan vétségről, illetve vétségekről beszél a kódex. Ha van közöttünk jogász, én nagyon megköszönöm, hogyha tud nekem segíteni. Sehol nincs megfogalmazva, hogy mi a vétség. Innentől kezdve ez a kódex, nem tudom. Tehát ha valaki nekem ebben tud segíteni, hogy folyamatosan egy vétségre hivatkozik a kódex, az etikai kódex, de nincs megfogalmazva, hogy vétség maga mit jelent konkrétan, akkor szerintem ez a kódex, ez, hát nem tudom. Jó estét kívánok, Horn András vagyok, zenepedagógus. A szakmámnak a megemlítése csak annyiban fontos, hogy a mi területünk nyilván közismert, ugyanaz nehéz helyzetben van, mint az egészségügy. Mégis szeretném demonstrálni a szolidaritásomat a önök akciója és az önök kiállása irányában, és ha valami olyan csoda történne, hogy mondjuk az a kormány választás elé állítana minket, hogy melyik területet segíteni, akkor saját magunk ellen beszélve azt mondanám, hogy az egészségügy mindenek előtt és mindenek felett. Mondom ezt annak ellenére, hogy olyan szerencsés ember vagyok, akinek viszonylag kevés dolga volt eddig az egészségügyjel,
de hát természetesen itt élek Magyarországon, és látom ezt a helyzetet. Ugyanakkor egy gyakorlati kérdésem lenne, minden diktatúra, mert hogy én, amiben most élünk, azt a diktatúrának egy szoftabb változatának merem most már apostrofálni, és vállalom is ezért a felelősséget. Szerintem azon alapul, amiről itt szó is volt, a félelem, a félelemkeltése. Ugyanakkor az egzisztenciális félelmek azok akkor tudnak kialakulni, hogyha azon a területen, ahol ezek a félelmek megépülnek, mindig van utánpótlás, tehát hogyha én az a félelmem, ami elbocsátanak, és a másik 200 azon a helyen beáll, akkor érthető ez a félelem. Önöknél úgy érzem, hogy olyan szinten hiány van most már nővérekben és orvosokban is, hogy nem igazán tiszta számomra, hogy miért nem lehet mondjuk az erkölcsi megfontolásokat értve az ellenállásnak egyfajta radikálisabb formáját vállalni, mert akit itt elbocsátanak, legesebb paraszti eszemmel így gondolkozom, egy kórházból azt gondolná, hogy egy másik kórház tárt karokkal vár, hiszen nincs ember. Hogyha erre lehet választ kapni, ezt megköszönném. Ugyanakkor az is furcsa, hogy én ott voltam a József Nádor téren nyáron, a hét egyik napján, ahol azt hiszem épp a védőnök voltak aznap szolgálatban, és ott is próbáltam ugyanezt a kérdést föltenni, és valami nagyon hosszas magyarázkodásba fogott az egyébként végtelenül szimpatikus szakszervezeti vezető, aki éppen ott volt, de nem tudott meggyőzni engem arról, hogy miért nem lehetséges az, hogy mondjuk, ha csak egy napra mondjuk az ápolónő fölfüggesztik a munkájukat, annak lenne egy érdekérvényesítő hatása, mint hogy annak idején a MÁV dolgozók, amikor sztrájkba léptek volna, annak van érdekérvényesítő hatása, hiszen megbénul az ország. Nem akarok senkit felszítani olyan dolgokra, amely analógiához vezet, de úgy érzem, hogy most már eljött az a pont, ahol a folyamatos parttalan tárgyalások a kormánnyal és a vezetőkkel teljesen reménytelen eredményhez vezetnek. És ha erre tudnának válaszolni, akkor megköszönjük. Mátám, igyekszem, de fizikailag tengelyben legalább. És akkor meg jó, tengelyben meg gyere, de középen beszélünk. Legalább valószínű, hogy erre a helyzet. Valószínű, hogy erre a helyzetre gondoltak a törvényhozók akkor, amikor egy család a törvénybe elrejtve hoztak egy olyan rendelkezést, egy olyan szabályozást, hogy szükség helyzetben, már pedig a szükséghelyzet az, amikor egy térségnek akár az egészségügyi ellátása összeomolhat, bármelyik egészségügyi dolgozó azonnal vezényelhető, áthelyezhető, elküldhető erre a helyre. És ez nem beleegyezés kérdése, hanem egyszerűen, mint a katonaságnál, hadi állapotba elvezénylik. Tehát ilyen téren én úgy gondolom, hogy a kormányzat készült akár az ilyen helyzetekre is, hiszen a másik oldalról úgy látom, hogy nem készült arra a helyzetre, hogy lehetne megoldani ezt a humán erőforrás krízist az egészségügyben. Mert hogy folyamatosan évek óta próbáljuk azt felszínre hozni, hogy az áramlás nem állt meg. Még azzal a két béremeléssel sem állt meg, talán egy kis csendesség volt, talán egy kis visszarendeződés a pálya elhagyók köréből, de ezelőtt két évvel, három évvel csináltunk egy felmérést a főiskolákon, ahol a végzősök 67%-ának megvolt a kinti, tehát a nyugati munkahelye le volt már zsírozva, hogy így mondjam. Tehát ezek a fiatalok nem Magyarországra tanultak, nem ide készültek, hanem eleve kikészültek. Mi is kikészülünk közben a terhek miatt. Bocsánat, ezt nem tudtam kihagyni. És valószínű, hogyha egy-egy intézményben valóban ez a helyzet alakulna ki, mint ahogy már egy-két intézményben hasonló helyzetek alakultak, hiszen osztályokat zárnak be. El tudom mondani, hogy Borsod megyében az a pár anesteziológus az szinte egy körbe-körbe jár a kórházak között, és ezek szerint szervezik a műtéteket, tehát nem is tudom hány kórházban dolgoznak.
ez jellemzően máshol, vagy említsem Veszprémet, ahol eddig nem is gondoltuk, hogy ilyen gondok vannak, mint amit a Rácz főigazgató úr nemrégiben a sajtó felé is közölt. Hogy komoly gondok vannak abban a veszprémi kórházban, ahol azért még plusz juttatásokkal is támogatják a dolgozókat. Tehát már itt is gondok vannak. Nincs ma Magyarországon olyan egészségügyi intézmény, amely megfelelne a minimum feltételeknek. Értik ezt? Nincs olyan magyarországi egészségügyi intézmény, amely megfelel a minimum feltételeknek. Ez azt jelenti, nem az eszközökre gondolunk itt, hanem a humán erőforrásra. Elvileg nincs olyan intézmény Magyarországon, ahol valamely profilt, vagy éppen valamelyik osztályt ne kellene megszüntetni, hogyha betartanák a törvényi előírásokat. Nem tartják be. Hosszú évek óta a minimum feltételeket a meglévő létszámhoz igazítják inkább, tehát mindig egy kicsit jobban oldanak abba az irányba, hogy mennyi az elégséges létszám. És ez soha nem a mi javunkra szól. Pont ma reggel kaptam egy levelet, és kérdezte tőlem egy nővér, hogy vajon megtagadhatja-e felelősséggel a munkafelvételt, hogyha ő nem tudja azt kijelenteni, hogy az X számú beteget ő egyedül nem tudja ellátni. Ez az X számú beteg erre az egy nővére 47 beteg nappali műszakban. Nem tudtam erre választatni, ugyanis sehol nincsen szabályozva, hogy egy nővérre hány beteg osztható. Csak az osztályok minimum létszáma van szabályozva. Azt szeretném megkérdezni a kis Lászlótól és a Máriától, hogy Csándor Máriától, hogy ebben a helyzetben hogyan viselkednek az orvosok? Hát, hogy csak ápolókban merül fel az, hogy esetleg megtagadhatnák a munkát ilyen feltételek mellett? Megosztottság van az orvosok között is, ahogy közöttünk nővérek között is, tehát orvos kollégákkal beszélve van, aki egy az egyben hát mellettünk áll, és kitart a mozgalmunk mellett nyilvánosan is, de nagyon sokan vannak, akiknek az a helyzet, ami jelenleg van, az jó. És itt szeretnék az úr által feltett kérdésekre, hogy mi miért nem tudunk esetleg sztrájkba lépni, vagy miért nem tudunk jobban erőt kifejteni, hogy miért vannak félelmeink. A mi bérünknek az alacsonyan tartása, ez egy tudatos dolog, hogy a vezetőség részéről, tehát az az ember, aki majdnem a létminimum szintjén él, és kicsi a bére, az sokkal jobban fél attól, hogy azt a kicsit is elveszíti, mint hogy kiálljon. És sajnos a mai világban nagyon sok, és főleg a nővérek között a tönkrement kapcsolatok, tehát nagyon sok nővér egyedül neveli a gyerekét, és ha egyet nevel, azt is nehéz, de van konkrétan kolléganőm, aki 3-4 gyermekét neveli egyedül, éppen azért, mert a szakmája miatt elvesztette a férjét, és ezek azok a kolléganők, akik azt mondják, hogy egyet értenek velem, de nem vállalják. Nem vállalják, hogy azt a kicsit is elveszítik. És sajnos a saját vezetőségemmel beszélve ez hangzott el, hogy miért nem jó nekem az a 140 ezer forintos fizetés, mert van, aki a szakmánkon belül 80-90 ezer forintot visz haza, és én milyen alapon merek követelni több bért.
Hát ha én egyedül nevelném a kislányom, a 140 ezer forintból biztos, hogy nem tudnék megélni, de a 89 ezer forintból még inkább nem. És azt kérdeztem vissza, hogy és te, mint vezető, te ezt képviseled? Tehát ezért nem mernek kiállni, mert igenis bármelyik pillanatban azok ellenére, hogy nincs nővér, elbocsátják akármilyen kreált indokkal, vagy olyan helyzetbe hozzák, amit nem tud vállalni, hogy idősebb kolléganőt, aki mondjuk 20-30 éve dolgozik egy krónikus, tehát ápolási osztályon, az intézet vezető bármelyik pillanatban átvezérelhet egy sürgősségi osztályra. Ez nálunk megvan adva, hogy helyezhetőek vagyunk kórházon belül bármilyen osztályra. Az ember valamihez ért, valamilyen szakterületen dolgozik, és bizony átkerülni egyik napról a másikra egy olyan szituációba, ahol olyan betegek vannak, akit nem tudok ellátni, mert nem traumán dolgozom. Tehát ennek nem teszik ki magukat. Tehát a félelem ez ebből a bizonytalanságból, mind az anyagi, mind akkor így a szakmai bizonytalanságból adódik. Mert ez olyan, mintha a magyar tanárt beállítanák kémiát tanítani. Mert ez azért nem olyan egyszerű, hogy az ember fölvállalja azt, hogy ki mondja a véleményét. Illetve ennek van még más vonulata is. Ugye azt tudni kell, hogy az egészségügy, a szociális ágazat, és van még némely olyan terület, amely olyan ágazatnak minősül, ahol elégséges szolgáltatást kell biztosítani, akár egy sztrájk idején. A sztrájkhoz nem egyszerű ma eljutni, erre példa a szociális ágazati mozgalom, amely szintén évek óta beindult erőteljes mozgással, és hosszú tárgyalási folyamatok után, illetve a háttérben az elégséges szolgáltatások kidolgozása után, amelyet a kormányzat többszörösen betámadott és nem fogadott el, most jutottunk el oda, hogy egyáltalán elindíthatunk egy sztrájkot. Na de elindulhat-e ez a sztrájk? Azokban az ágazatokban, ahol a legalacsonyabb bérek vannak, ahol a dolgozók 2-3 munkahelyre járnak azért, hogy a mindennapi megélhetésüket tudják biztosítani, hogy a családjukat fent tudják tartani. Budapesttől, ahogy megyünk kifele, egyre rosszabb a helyzet, hiszen vannak azok a külső megyék, ahol bizony egy-egy emberes családfenntartók vannak, és ez lehet, hogy maga a nővér, vagy éppen a gondozónő, aki a családból el tudott helyezkedni. De nincsenek tartalékok. Valóban itt nagy erő lehetne, és itt a másik kérdésre válaszolok, hogy azok az orvosok beállnának mellénk, akik az évek alatt tartalékokat is tudtak képezni. Ők fognak a legkevésbé beállni. Érdekes, hogy egyre inkább jönnek az orvosok is, támogatnak bennünket, és pont azok az orvosok, akik szintén rossz helyzetben vannak. A kezdő szakorvosok, lásd a rezidenseket, akik eléggé rossz helyzetben voltak, ugye nem volt. És azok a szakorvosok, akik nemrég végeztek, illetve eltöltöttek már pár évet, de a régi nagy nevek nem engedik őket tovább lépni, nincs akkora keresetük, illetve most egy olyan feszültség alakult ki, hogy a rezidensek megkapták a plusz juttatást, hogy egy rezidens szakból kilépő kezdő szakorvos többet fog keresni, mint aki 5-10 éve dolgozik a pályán. Tehát itt azért a feszültségek egyre inkább megjelennek, ez érezhető az is, hogy egyre több orvos csatlakozik hozzánk. Én remélem, hogy ez még erőteljesebb lesz. Ugyanúgy, mint ahogy más területekről is. Tehát a mentősbajtársaktól, a védőnőktől, és sorolhatnám a szociális ágazatban, nagyon sok egészségügyi szakfeladatot ellátó van, de az oktatási intézményekben, vagy a vasútegészségügy, foglalkozás egészségügy területén is. Sokszor, amikor azt mondjuk, és azért higgyék el, hogy évek óta a sajtóban, és nem véletlen, hogy mindig felháborodtunk, amikor azt mondták, hogy az orvosok bére, az orvosok távoznak, nem csak az orvosok vannak az egészségügyben, és itt van még egy olyan réteg, amelyről viszont nagyon-nagyon elszoktunk feledkezni, vagy elszoktak feledkezni, azok a gazdasági és műszaki háttér dolgozók, vagy dolgozók. Ők nem kaptak béremelést, és mi tudjuk, hogy nélkülük nem tudnánk ezt a munkát végezni. Tehát van még háttér,
van tömeg és van muníció is. Én bízom benne, hogy az orvosok is kiállnak most már magukért, és értünk, és ez csak együtt lehet megvívni ezt a harcot. Igen, most jó. Solt Jánosnél vagyok, nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint a tanár úr, mert nagyon sok kórházat megjártam, és elég nehéz tapasztalatokkal bírok, és van egy nagy családom, csomó gyerek, csomó unoka, és azt kell, hogy mondjam, hogy amit a kórházakban az orvosok és a nővérek részéről tapasztaltam, az tényleg a lehető legjobb, amit a körülményekről az a lehető legrosszabb történt, és a János kórházban jártam többször. És amit szeretnék mondani az az, hogy ez a két terület, a pedagógusok és az egészség, ugye ez pont olyan két terület, ahol túl azon, hogy egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetben vannak az emberek, nekem is van egy gyógypedagógus lányom, havi 80 ezer forintot keres 40 éves korában. Ezen túl azt hiszem, hogy a lelkiismeretük az, ami nem engedi igazából sztrájkolni, meg szembeszállni, mert se a pedagógus nem hagyja ott a gyereket, se az orvos, meg az ápolónő nem hagyja ott a beteget. És ez egy borzasztóan nehéz helyzet, és ez az, amivel visszaélnek a politikusok és az egész adminisztráció, hogy ezek az emberek nem fognak hátat fordítani se a gyerekeknek, se pedig a betegeknek. És én egyébként sokszor azt gondolom, hogyha kollektívan hátat fordítanának, már nem a gyerekeknek és a betegeknek, de együtt összeállnának az a 130 ezer pedagógus, az az X számú ápoló meg orvos, hogy akkor megbénulna az ország, hogy akkor talán valamit lehetne csinálni, csak az a szörnyű, hogy ezt kéne megtanítani a gyerekeknek és az ifjúságnak, hogy figyeljünk egymásra, és legyünk szolidárisak, hogy ne hagyjuk a másikat. Azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, amit a gyerekeinknek meg kellene tanítani. Tehát az, hogy össze tudjunk fogni, mert hogy ezzel vissza lehet élni. És azt mondta a kis úr, hogy nincsen, vagy nem is tudom, lehet, hogy Mária mondta, hogy nincs ilyen kórház, amelyik ma megfelelne. Vajon hova járnak nagyjaink? Hol kapják az egészségügyi ellátást? Bécsben? Vagy Amerikában? Mert hogy valahol kapják, az biztos. És hogy nem a János kórházban, az is biztos. Mert hogyha egyszer elmennének a János kórházba, és ott végigülnének mondjuk egy ambuláns rendelést, vagy akár egy éjszakai műszakot, ahol tényleg én a idegsebészeten voltam, és éjszaka tényleg 40 betegre volt egy nővér, és az egyszerűen egy tragédia volt, amit ott tapasztaltam, hogy lehet, hogy akkor egy kicsikét, vagy a gyerekeik, vagy a szüleik, vagy a feleségük ilyen helyre kerülni, és kénytelen lenne ezt az egészségügyi ellátást elfogadni, hogy akkor talán másképpen viszonyolnának ők is. Köszönöm szépen. Márti András vagyok, ha megengeditek, akkor a félelemről és a hatalom egyéb játékairól mondanék el egy pár dolgot. Van nekünk egy nagyon kedves barátunk, a feleségemnek volt csapattársnője még az egyetemen. Most egy vidéki kollégiumban nevelő tanár, és egy olyan ember, aki nagyon kiszokott állni a maga igazáért, nagyon látja a dolgokat, időként feljön Pességmarsz és 15. bétintetése ilyenekre. És egyszer egy ilyen tanügyi, ilyenféle dumapartitól hazamenet, este 10-kor, kiejtettem a szájamon azt a szót, hogy klik. Ezzel megnyomtam rajta egy gombot, és 12-kor még tartott a dolog. Na most a hatnak a levelező listáján most jött egy olyan levél Ritó Kumarától, hogy az RTA Klub keresne nyilatkozót a klikről, pedagógus nyilatkozót, aki tapasztalatból. Írtam neki, hogy nem vállalná, közölte, hogy nem, ennél sokkal kevesebb is. Ő ki szokott állni az idezáig, de ennél sokkal kevesebb a csapatok körül dolog is üvöltözéshez vezet a munkahelyén, már úgy, hogy a főnöke üvöltözik vele. Hogy ő náluk az
egyetlen kereső megtapérját, a bűntűzére munkanélküli, nem, ő ezt nem vállalhatja. Ilyen háttér mellett. Na most ehhez képest én persze az oktatói hálózatban való tevékenységben kipárnázott helyzetben vagyok. Én is, engem is ért vagy kétszer fenyegetés, de nagyjából kiderült, hogy ez az én helyzetemben nem megy, úgyhogy én rettenetesen könnyen beszélek. Más szempontból nem beszélek, mert rengetegszer gondolkozunk azon, hogy most már sztrájkolni kellene a felsőoktatás kretétele miatt. De ha mi sztrájkolunk, akkor azt mondják, hogy becsukják a házat, nincsen villanyköltség. Ennyi. Nem, a hallgatóknak valószínűleg hiányozna, de hogy a felsőbségünknek nem hiányozna, hogy dolgozunk, az biztos. Úgyhogy nem fájna nekünk. Aztán ezek a dolgok, hogy nem jutunk oda a tárgyalóasztalhoz, ezt is ismerjük. Volt a felsőoktatási kerekasztal. Csak a hivatalos bejegyzett törvényben elismert szervezetek, és azt természetesen ők mondják meg, hogy melyek azok. Tehát akiknek szavuk volt, akiknek véleményük volt, azok véletlenül sem mehetnek oda. Ezek ismert játékok. És azt mondanám az a helyezménybe, egy lehetőség van talán együtt összefogni. Köszönöm. Sorrendben meg fogom adni a szót. Most, mivel eléggé felgyűltek a jelentkezők, ezért bevezetnénk egy időkorlátot a megszólalásokra. Ez most 3 perc lesz. És akkor a következő megszólaló... Köszönöm a szót. Naszályi Márta vagyok. 3 gyerek, ebből 2 iskolásnak az édesanyja, egyébként önkormányzati képviselő. Nekem nagyon szívhez szóló volt, amit a tanár úr mondott arról, hogy felajánlaná a saját ágazatát az egészségügyért cserébe, de ne, vitatkozom. Azt gondolom, hogy egy társadalom csak testileg és lelkileg egyaránt egészségesen képzelhető el, és ennek a kormányzatnak az egyik legaljasabb taktikája az, hogy megpróbál kijátszani egymás ellen ágazatokat, megpróbál egymás ellen kijátszani társadalmi csoportokat. Nem igaz, hogy azért nincs pénz az egészségügyre, mert el kell költeni erre, vagy arra, vagy amarra. Ugyanez nem igaz az oktatásra, és semmi másra nem igaz. Azt gondolom, hogyha egy társadalomnak fontos az, hogy a benne lévő emberek jól legyenek, szellemüket, egészségüket, jövőjüket tekintve, akkor ezekre az ágazatokra igenis fordítani kell. És itt kapcsolódnék ahhoz is, amit Csándor Mária mondott, azt is az egyik legaljasabb taktikának tekintem, amikor egyes emberekben szégyent próbálnak kelteni, amiatt, hogy mások még rosszabbul élnek, mint ő, akkor ő most mit beszél. Azt gondolom, hogy a szolidaritás pont arról szól, hogy én lehetek akármilyen helyzetben, de felismerem azt, hogy ebből a jó helyzetemből akár kikerülhetek, felismerem azt, hogy körülöttem emberek máshogy élnek, és felismerem ezt, hogy csak akkor tudunk valamire jutni, hogyha mi egymással össze tudunk fogni. Azt gondolom, hogy sokak által ismert az a szituáció, amikor mondjuk egy buszon utazunk, és valaki elkezd nagyon-nagyon kellemetlenül viselkedni, és senki nem mer szólni. És amikor egy valaki veszi magának a bátorságot, hogy megszólal, akkor hirtelen kiderül, hogy mindenki csak azt várta, hogy az egy megszólaljon, és ő is ezt gondolja, csak egyedül nem merte mondani. Én azt gondolom, hogy ebben a társadalomban most már nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik ugyanazt gondoljuk, és azt is gondolom, hogy pont ezek az ágazatok azok, amik nem el vannak hanyagolva, hanem tudatosan fel vannak arra használva, hogy a társadalmunknak az 1/3 egész egyszerűen elveszejtsék a jövő számára. És azt gondolom, hogy ezt nem szabad hagynunk, össze kell fognunk és kitalálni egymás mellett mindenképpen. Köszönöm. Tulajdonképpen sok minden fontos volna. Az egyik, a moderátorunk a beszélgetés elején arra szólította fel az egybegyűlteket, hogy ha lehet, meséljenek történeteket, saját történeteket, közvetlen tapasztalatokat életükből, környezetükből, arra vonatkozólag, amikor kiálltak, valaki kiállt, és ebből baja lett. Vagy kiállt, és nem lett baja. Nagyon kevés dolog hangzott el. Tulajdonképpen Máriától hallottam egy igazi konkrétumot. Most, ha már ilyen szépen együtt vagyunk, egyrészt azt meg kéne beszélni, gondolni, hogy a
falak hol vannak. Ez a falak, ez egy metafora, az én ifjúkoromban volt egy Kovács András film, az volt a címe, hogy Falak, és a kiinduló pontja egy példabeszéd volt, egy kínai harcművészeti játék, ami arról szól, hogy teljesen sötétben vívnak egymással, vagy birkoznak egymással a harcosok, és egyik sem mer nagyon messzire menni és felszabadultan harcolni, mert nem lehet tudni, hogy hol vannak a falak. És a Kovács András a 60-as, 70-es években ezt a Kádár korszak metaforájának szánta, és azt akarta tanítani a nézőnek, hogy hát emberek, gondolkozzatok, hogy hol is vannak a falak, és hogy lehet, hogy nem is olyan szűk az a mozgástér, amiben mozoghatnátok, mint amilyennek gondoljátok. Most ezt meg kéne gondolnunk egymás között is, hogy mostan mennyire valósak a félelmek, és mennyire csak egyszerűen örököztek, meg hallottuk másoktól. Ez az egyik, amit szeretném, ha együtt megbeszélnénk, meggondolnánk. A másik pedig az, hogy mit tudunk tenni, mert most már lassan túl vagyunk a fél idején, azt hiszem, a beszélgetésünknek, meg már Máriáékkal ez nem az első beszélgetés. És hogy valamerre kellene jutni. Ezzel kapcsolatban az egyik az, ami eszembe jutott, hogy hát nyilvánvaló a szövetség a másik szakszervezettel, és érdekelne is, hogy ez hol tart, a FESZ és a másik szakszervezet vagy kamara között. A másik hát nyilván a többi ágazattal való szövetség, és ezért is örülök, hogy azért itten együtt vagyunk, pedagógusok, meg egészségügyi dolgozók, meg olyanok, akik se egyik, se másik. És én most a se egyik, se másikokhoz szeretnék szólni, hogy nagyon sokszor tapasztalom jártamba, keltembe, hogy az emberek teljesen közönösek a téma iránt, amit én bedobok, hogy találkoztunk Sándor Máriába, hívtam a körzeti orvosomat, hogy jöjjön, és az amúgy szimpatikus fiatalember, ki is az, ez a valóság. A másik két asszony meg ugyan mit ugrálnak, hát másnak is kevés a fizetése. És ha megint mások meg kezdik sorolni a saját rémtörténeteiket a kórházi ápolásukról. Én megvallom, hogy sokkal-sokkal több jó történetet, szép történetet tudok mesélni, és tapasztalok most is, tudod, hogy milyen nehéz körülmények között, milyen kevesen, és hogy mégis kedvesen, és figyelmesen, és szakszerűen, és gondosan törődnek velem. Én örülnék annak, hogyha azt kitalálnánk, hogy hogyan tudjuk felvilágosítani embertársainkat, hogy az nem válasz, hogy másoknak is kevés a fizetésük, és valahogy arra kéne rávenni, mert sztrájkolni csak akkor lehet, hogyha nem utálnak bennünket, amiért hát az egészségügyben el sem tudom képzelni, hogy a sztrájkolni lehessen, a pedagógusoknál sokkal inkább, mert ott nem élethaláról van szó mégiscsak. Tehát, hogy akkor lehet ez csak sikeres, hogyha a közvélemény mellettünk van. És megérti a nyomorúságunkat, és megérti azt is, hogy miért közös nyomorúság ez ővelük is. Én nem tudom, hogy úgy tudom, hogy a sajtóképviselői is vannak, kerekítem. A sajtóképviselői is vannak itt körünkben, hogy vajon tele van-e a sajtó azzal, hogy mit csinál egy nővér, mi a munkája. Ez az egyik, és én örülnék, hogyha a tudósítás nem arról szólna csak, hogy a Szabadság téren volt egy kis balhé. Folytatjuk mindjárt a sorrendet, de először... Csak azért, mert eléggé direkt kérdés volt, és én rögtön a végén kezdem, illetve elhangzott a végén, hogy nem nincsenek a jó történetek elmesélve, csak a rém történetek jönnek. Én azért jelezném, hogy ezek a rém történetek is a mieink. És azt is jelezném, hogyha nem változás jön, akkor ezek a rém történetek
növekedni fognak, sokasodni fognak. Hiszen ezek a rémtörténetek pont azért vannak, mert egyre kevesebben vagyunk, mert egyre jobban felhigul a szakma, hiszen halljuk, hogy akár 10 hónapos képzéssel be lehet jutni az egészségügybe dolgozni. Vannak szakképesítés nélkül is, akik ellátják azt a feladatot, amit eddig szakdolgozók láttak el. Hál' Isten az orvosokat még nem tudták így helyettesíteni, de azért hallottam elképzeléseket. Tehát ezek a rémtörténetek igen, valósak. Természetesen vannak fokozott történetek, pont a mai napon szintén ma ilyen történések voltak, nem jutottam internet közelbe, úgyhogy mások közvetítettek, hogy a Minden Egyben blog nevű világorgánum, alig hanem, hogy mindenhol olvasható világon, most ilyen rémtörténetekkel eteti a környezetet, és ott elmesélte valaki, hogy valami 12 kórházba fordult meg, és mindenhol a halál szélén táncolt, mert úgy látták el. Tehát nem volt egy jó kórház, ahol megfordult volna. Ez biztos, hogy nem igaz. De vannak rémtörténetek. És itt visszamennék aztán az elejére, hogy vajon miért nem úgy zajlik a dolog, hogy elindultunk, aztán egyre több csatlakozás, és végül össze tudunk fogni. Mert valóban ez látszik. Tehát, hogyha önök figyelemmel kísérték az elmúlt 2 év vagy 3 év történéseit, akkor tudják azt, hogy volt mozgás a szociális, van mozgás a szociális ágazatban, amely szintén egy nagy humán ellátó szféra, van az egészségügyben, és a pedagógus sok között is bizony-bizony most már egyre keményebb hangok hallatszanak. Miért nem fogtunk eddig össze? Pedig elindult egy összekapaszkodás, de valahogy érdekes módon, akik már ott vannak, akik már csinálják, azok keresik a csatlakozókat, és nem úgy történik, hogy hoppá, hát ezek elkezdtek valamit, csatlakozzunk hozzájuk. Pedig ez lenne a természetes. Ez kéne, hogy a természetes legyen. Tehát ne mi keressünk még most is közel 3 éves utcai harcok után partnert, hogy gyertek már, álljatok ki, erősödjünk meg, hanem álljanak mellénk, és álljon mellénk nem csak a szakszervezet, hanem a civil szféra, az egyesület, a párt, mindenki. Elég sok támadást kaptunk az elmúlt időben, azt alig hanem egy előző beszélgetésen elmondtam, hogy például a mi szervezetünk a tavaszi mozgalom óta volt jobbikos, LMP-s, PMS, MSZP-s, minden voltunk, tehát mindennek ki lettünk kiáltva, azon kívül előtte éppen narancssárga szervezetnek hívtak bennünket, mert hogy biztos, hogy a Fidesz alakította a FESZ-t. Jelentem nem, jelentem igen. A FESZ tagjai között minden politikai formációnak van szimpatizánsa, vagy éppen tagja, vagy bárki. Én is valahova tartozom, politikai elképzeléseim vannak, vagy éppen ragaszkodásaim. De bocsánat, én az érdekvédő vagyok itt most. Aki nem nézi azt, hogy melyik párt, melyik formáció, melyik felekezet, milyen színű ember, milyen nemű ember és milyen integritású. Hanem én az vagyok, aki mindenkit képvisel, mindenki érdekeiért kiáll, és a munkahelyemen is én nem úgy veszek fel egy beteget, vagy nem úgy látok el, hogy előtte megkérdezem, hogy hova tartozol. Ez nem változhat ezután sem. Mindenkit várunk támogatónak, mindenkit várunk segítőnek, a szakszervezeteket, a pártokat, a civil egyesületeket, a polgárokat. Köszönöm. Mondanék egy sorrendet, tehát nem tudom mindenkinek a nevét, ezért elnézést. Először ön jön, utána a hölgy a kockás inkben, utána Péter, utána Byron, és utána Trencsényi Laci. Említésre került János kórház neve, én ott dolgozom speciál, és hát Máriának üzenem, hogy a mi főnökségünk teljes messzélességem mellette van, legalábbis gondolatban. Na most ez miatt én semmiféle félelemmel nem szembesültem még, hála a jó Istennek, és remélem, hogy ez az áldott állapot így is marad a továbbiakban, mert én bátran fogom a Facebookon a jelenleg elkészített fotónkat közzétenni. Nem tudom, mennyien fogják lájkolni, de ez nem is érdekel. Pusztán az a
hogy veled fényképezkedhettem, mert maximálisan egyetértek az egész elvel, meg az egész bátorságuddal, és úgy gondolom, hogyha mindenki bátor lenne, akkor már régen tovább lépett volna az egészségügy. Csak hát nem vagyunk egyformák, sokan vannak muszikák, van egy pár farkas, van egy pár renitens személyiség, nem tudom engem hova sorolnak, de nem is érdekel. Vannak fekete emberek, akik esetleg egy kis vasúton majd mosolyogva fognak integetni, hát is legyen az ő személyes lelki világa, aki fölveszi, fölveszi, akinek nem inge, nem veszi magára. Szóval Mária, gratulálok, és további sikereket kívánok mindenkinek, aki ezt az elvet képviseli. Ne féljetek! Jó napot kívánok! Én Marosi Anna vagyok, rokkant nyugdíjas nőnő, és én arra szeretném kérni a civil embereket, hogy igenis nem kell félni, és ki kell állni a Mária mellett. Én csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen! Köszönöm a szót. Én szeretnék hozzászólni a szolidaritás összefogás témájában és kórházi tapasztalatról is egy picit, elakad egy kevés. Nekem Sándor Mária tevékenységéről egyértelműen egy ember tud eszembe jutni, és párhuzamosba tudom állítani az ő munkásságát, és az egy Danszki hajógyári munkás, Lech Walesa. Tehát ahogy fölállunk a kerítésre, és valaki fölmegy a legmagasabbra, hogy hagyják, hogy adott esetben kilőjék, leszedjék, úgy más üvölteni azt, hogy szolidaritás, mint a tömegben. És azt gondolom, hogy Mária valahogy ezt csinálja, hogy egyedül elkezdte, és utána, ahogy a hölgy mondta, hogy a buszon szólunk annak, hogy ne csináld ezt, mert embertelen, mögénk állnak, és mernek mögénk állni, mert ugyanezt gondolták, és ugyanígy kell követni egymást. És Walesáról készült egy film, amiben elhangzott az, hogy nem elég az, hogy a mi követeléseinket teljesítik, és akkor leállunk a tevékenységünkkel, hanem a többi jogsértett népréteg mellé is kell állni, és ebből nőtt ki az ő mozgalma, és ugyanerre lenne szükség ebben az országban, ami nem történik meg. Az szörnyű. Kórházi tapasztalatról annyit, hogy hát elég sok gerincműtétem volt, és voltam olyan szerencsés, hogy mondhatni elit kórházban voltam, vagy jó kórházban, protekcióval, az Országos Gerincgyógyászati Központ a Királyhága utcában, és egyszerűen megtapasztaltam, sokkal kevesebb beteg jutott egy nővérre, és még azt is sokaltuk a túloldalról, hogy egyszerűen rajtuk múlik minden, tehát fölműtét után, ahogy Robin Williams a Pecsedem című filmben fogalmazta, ők vannak velünk vérben szarban a gyógyulás útján, és rajtuk múlik. Beszorásra kértem szót, hogy nem lesz ettől, kolléga úr, sokkal nagyobb az ellenállók serege, de ebből a seregszemléből ne hagyjuk ki a kulturális és közművelődési dolgozókat, akik szintén, amikor csak tehették, itt voltak az utcán. Jó estét mindenkinek, Váradi László vagyok. Én az jutott eszembe, hogy amikor Jézus Krisztus ott hagyta az ő csapatát, a tanítványokat, mert hogy meghalt. Ha valakik átélhettek egzisztenciális félelmet, akkor azok a tanítványok voltak. Majd nem tudom, tudjátok, vagy tudják, hogy mi volt Jézus első mondata, amikor megjelent köztük. Az, hogy ne féljetek. Ezzel bátorítanék egyrészt mindenkit. Másrészt, amikor azt látjuk és halljuk, hogy vannak emberek, akik kiállnak,
és várjuk azt a támogató segítséget, ami ezt tömeggé növeli, akkor én azt látom, hogy Magyarországon az van, hogy az emberek azt érzik, hogy nincs közünk hozzá. Mert mindenki a saját félelmei miatt beszorul a saját világába. És én azt gondolom, hogy pont az egészségügy az, ahol szinte mindenkinek van tapasztalata, hogy van köze hozzá. Én azt gondolom, hogy azt kell megtanítanunk az embereknek, hogy idézze fel a saját történetét. Hogy menjünk el apránként, ez egy nagyon oporékos munka, hogy gondolj bele, hogy neked van itt történeted. Van akár rossz, akár jó. Van között hozzá. Tehát szerintem ez az első, amit meg kell erősítenünk. Másrészt pedig a példánkkal is itt, én mivel nem tudom a Mária személyes indítatását, hogy mi volt az a pont, amitől kiállt, én azt szeretném megkérdezni tőled, Mária, hogy mi volt benned az, amikor azt mondtad, hogy nekem itt most valami mást kell tenni, mint amit eddig tettem, vagy nem tettem? Ez a konkrét kérdésem hozzád. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor elmeséltem ezt a történetet, de akkor elmondom még egyszer, hogy egy nagy viziten álltunk, és hát nekem fantasztikus kolléganőim vannak, szóval tényleg olyanok, akiket megcsodálok, nálunk a Csecseme osztályon ilyen üvegboxok vannak, úgy hívom, és látjuk egymás munkáját, és mindig átnézek a üvegfalon túlra, és látom, ahogy ezek a lányok a csecsemőkkel foglalkoznak, illetve a szüleikkel, mert sokszor nem is a gyerekekkel való munka nehéz, hanem egy beteg gyerek aggódó szülőjével foglalkozni, odafigyelni, és olyan maximális türelemmel és szeretettel fordulnak a legkisebbek, a legszegényebb szülők felé is, akik sokszor elhanyagoltak, vagy a keleti pályaudvar és környékét ismerjük, és ez a mi beteg anyagunk, csúnya szóval mondva, tehát nagyon egyszerű emberek, és tehát azok a mozdulatok, az a szeretet, az a mosolygás, az a türelem, hogy csodálom őket és szeretem, és a egyik kolléganőmnek haldoklott az édesapja, és azért, mert nem volt nővér, neki be kellett jönni dolgozni, és az édesapját pedig elhelyezni egy elfekvőbe, mert sem az anyagi helyzete nem engedte meg, hogy otthon maradjon, hogy ápolja, illetve az, hogy az a lelkiismeret furdalás, ha nem megyek be dolgozni, ki fog helyettem dolgozni. Tehát a nővérhiányból adódó feszültség, ahogy az ember bemegy, mert menni kell. Tehát nincs olyan, ha engem hívnak, hogy nem megyek. És ez a kolléganő, akit nagyon szeretek, betette az édesapját ebbe az elfekvőbe, reggel még bement hozzá, tett oda neki vizet az éjjeli szekrényre, felhúzta az ágyba, és mikor visszament a 12 órás műszak után, azt a vizet ugyanúgy ott találta, és az édesapját lecsúszva az ágyba, mert egy nővére 50 ilyen elfekvő beteg jutott, és nem jutottak oda az édesapjához. És ezt másnap elmesélte úgy, hogy csorogtak a könnyek az arcán, és bejött dolgozni, ugyanúgy bejött. És ez volt az a pont, amikor ezek a lányok, akik mindig mindent megtesznek a kiszolgáltatott betegekért, a csecsemőkért, azok szüleikért, a saját szeretteiket hagyják otthon, és hiába mondtuk, hogy maradj otthon, ne érdekeljen, ne foglalkozz velük, ezekben a lányokban az van, hogy nekem jönnöm kell, mert itt kell helytállnom. És ez volt az a pont, hogy azt mondtam, hogy na, ezek a lányok nem ezt a bért, nem ezt a fizetést, és nem ezt érdemlik, hogy a saját szeretteikről mondanak le a szakmájuk miatt. Úgyhogy ezt elmondtam azt hiszem sokszor, és mindig csak ugyanezt tudom mondani, mert az irántuk érzett szeretet, hogy igenis én ezekért a lányokért kiállok és harcolok, és ez az, amiért a mai napig be tudok menni a munkahelyemre, mert én ezeket a kolléganőimet látom, és vagy az én közvetlen környezetembe köztudott, hogy ugyanakkor vannak olyan kolléganőim, akik a mai nap is támadásba lendültek
azok ellen, akik mondom velem mertek fényképezkedni. Tehát ezt a harcot nekem nap mint nap meg kell vívnom. És ami szintén így a nagy nyilvánosság előtt nem köztudott, de a saját kis közösségünk, illetve a FESZ-en belül köztudott, hogy az én ápolási igazgatom magának a MESZ-nek az alelnök asszonya. Tehát minden szinten én a vezetésemmel, a saját vezetésemmel szembeállok, de bemegyek, és bemegyek ebbe a közegbe, mert sokkal több az értékes ember, akikért érdemes harcolni, mint azok, akik például ma reggel levetették velem a képeket az oldalamról. Jó estét kívánok, Földi Robert, szeretettel köszönök mindenkit. Köszönöm a lehetőséget. Én talán az egyik vagyok, akit itt többen emlegettek, egy civil közösségnek vagyok a képviseletében itt most jelen. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy miért vagyok itt most. Boldogság is van bennem, és van bennem szomorúság is. A boldogság az, hogy megismerhettem ezt a ápolós csoportot, a Máriát, és megismerhettem önöket. Ez egy borzasztó nagy előrelépés, azt hiszem a mai világban. A szomorúság abból adódik, hogy mi ott voltunk a közösségünkkel a május 12-i tüntetésen, és szomorúan vettem azt észre, hogy ápolókon és egészségügyi dolgozókon kívül nem sok civil embert láttam. Mindig el szoktam mondani mindenkinek, hogy itt most lehet, hogy én egészséges vagyok, legalábbis remélem, a családom egészséges, de ha holnap valaki beteg lesz, akkor mi fog történni? És ez a baj ezzel az országgal, hogy az emberek nem fogják ezt fel, tehát nem értik meg, hogy ez itt most nem csak róluk szól, meg rólunk, hanem róluk is. És ezt kellene valahogy lekommunikálni. Ez mindenkit érint, egész Magyarországot. Nincs olyan ember, akit ez nem érint. Jó, van, akit emlegettünk, aki mondjuk Zürichbe gyógyulgat, olyan van, de mondjuk ugye 99%-át biztos érinti a lakosságnak, és mégis mindenki alszik. Nem fognak össze. Tudok mondani egy jó példát is, hogyha megengedik, mi egy civil közösség, egy úgymond karitatív és jövőtervezéses közösség vagyunk. Egy éve működünk lassan. Kezdetekben nem történtek nagy dolgok, csináltunk egy-két gyűjtést. Semmi ilyen azt, amit bárki meg tudna tenni. Kevesen voltunk, nem csatlakoztak, gyűjtöttünk, viszont most már annyira, tehát az emberek annyira kezdenek felébredni, hogy olyan felajánlások történnek, hogy három nappal ezelőtt például egy hölgy felajánlott egy komplett családi házat egy hajléktalan családnak. Ők hétfőn fognak költözni. És ebből fakadt a következő tegnap, azaz másnap, hogy jelentkezett egy úriember, hogy neki is van egy családi háza, de ott van egy állatállomány, és ő munkahelyet is tudna adni. Ők holnap jönnek vidékre, egy másik négy gyermekes család. Tehát itt valahol egy borzasztó nagy szemléletváltásra lenne szükség szerintem, és arra, hogy felismerjük azt, hogy egymásért kell tennünk. Tehát emberi kapcsolatokat kell építeni, és ez ahol most itt vagyok, és ez az. Ez egy emberi kapcsolat. Úgyhogy köszönöm szépen. Jó estét, Dr. Erika vagyok. Én a sztrájk témában szólnék hozzá. Ugye nem engedi a lelkiismeretünk, hogy sztrájkoljunk. Ugyanakkor vannak olyan ellátóhelyek, ahova bátran ki lehetne írni már most is azt, hogy sztrájk van, mert semmivel nincs jobb ellátás, mintha épp a sztrájk elégséges ellátása lenne. Mert nincs ember. És ebből adódnak ezek a rémtörténetek, amik az interneten keringenek, amit a mi nyakunkban vannak, de én nem érzem, hogy mit tehetünk róla, hiszen amit emberileg lehetséges, azt megteszünk. Köszönöm. Köszönöm.
Fabók Ferencné Ica ápolónő vagyok, a szegény kórház ötletgazdája, meg álmodója. Azt kértétek, hogy történeteket meséljünk a megfélemlítésről. Én szakszervezeti tisztségviselő vagyok, és akkor a saját osztályom példáját mondanám el nektek. Ugye velem nem tudnak mit kezdeni, mert tisztségviselő lévén jogi védelmet élvezek, viszont a munkámat úgy végzem el, hogy abba hibát ne találjanak, mert abban a pillanatban repülnék. Ezt nagyon várja is az intézet, hogy történjen ilyen, nagyon óvatos vagyok. Hál' Istennek az osztályvezetése az maximálisan mellettem áll, és amikor szakszervezeti tevékenységem miatt nem tudok bemenni dolgozni, akkor ők ebben támogatnak, és a kollégáim is mellettem állnak, mert dolgoznak helyettem. Viszont 13 nővér hiányzik jelenleg az osztályunkról, és mivel nem tudnak máshogy nyomást gyakorolni a kollégáimra, vagy rám, így átirányítják őket másik osztályra dolgozni. Tehát a 13-ból most már 15 hiányzó kollega van, azért, mert én igazolt távollétem vagyok, mint szakszervezeti tisztségviselő. Nem engem félemlítenek meg, a kollégáimat. Ez a szomorú helyzet ma az egészségügyben. Ilyen vezetőkkel kell dolgoznunk. Abszolút nem mellettünk állnak, nem értünk. A statisztikákat, amiket kérnek a államtitkárságtól, azok nagyon jól tudjuk, hogy kijátszottak, és a legnagyobb probléma az, hogy nincs megfelelő ellenőrző szerv. Kérem szépen, hogyha az ANTS kimenne, a munkaügyi felügyelet kimenne, akkor ma Magyarországon minden kórházat be lehetne zárni. És ezt mi hagyjuk, magyar állampolgárok, hagyjuk, hogy ez így működjön. Ez teljesen mindegy, melyik kormány kivezeti, ki hol rontotta el. A felügyeleti szervek nem végzik rendesen a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. És Majda Bea vagyok, én Budapesten élek és dolgozom a László Kórházban, és nem akartam szót kérni, de eszembe jutott valami. Tehát az összefogás az azért hiányzik, és az emberek, a civil emberek azért nem érzik, hogy ez az övé, mert ami ingyen van, annak nincs értéke ma ebben az országban. És sajnos addig, amíg az egészségügyért nem kell fizetni, vagyis úgy érzik, hogy levonják a TB járulékot, és akkor ezzel le van túlva, ezért úgy érzik, hogy ez nekik jár, tehát nem tudják, hogy mi mit akarunk még ezen kívül. Tehát mi ki vagyunk fizetve, nekünk ez a dolgunk, mi ezért fizetést kapunk, és addig, amíg nem érzik ennek a súlyát, hogy mondjuk egy én is egy transzplant osztályon dolgozom, hogy egy 27 milliós kezelés soha az életében nem fog kifizetni egy közalkalmazotti fizetésből egy beteg, és ezt az összes többi dobja össze, amíg ezek nem tudatosodnak, hogy mennyi pénz megy el. Tehát igenis számosítani kéne nekik egy-egy ellátás során, és szerintem nem volt egy elvetélt ötlet, amikor bevezették a vizitdíjat, mert bizonyos sürgősségi ellátásért el kellett kérni az 1000 forintot, és akkor megértette, hogy ja, hát csak azért, mert nem volt kedvem elmenni és sorban állni az SZTK-ba, akkor majd bemegyek a sürgősségi ambulanciára. Ez nem így működik, mert akkor bizony a sürgősséggel ellátott betegtől vette el az időt, meg az energiát. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Jó estét kívánok, Gáspár György vagyok, és most nagyon jót mondott a kedves hölgy itt szembe. Emlékszem arra, hogy a vizitdíj szavazásnál milyen elsöprő többséget kapott a nem. Egyrészt, másrészt én emlékszem egy Molnár Lajos nevű miniszterre, és az utóda, hogy hívták valamilyen Erzsébet, vagy Ágnes, bocsánat, Horváth Ágnes, köszönöm szépen. A szándékok gyakorlatilag azok voltak, amik kivezettek volna ebből a, hogy mondjam, posványos fürdő szokott az eszembe jutni egyébként ilyenkor. Egyrészt, másrészt, meg
Én azt hiszem, hogy ez a helyzet nagyon jó lesz arra, hogy a magyar társadalom egy kicsit felébredjen. Hogy gyakorlatilag most ugye egészségügyről van szó, mert szerintem szó szerint ez fáj a legjobban. De ez úgy fáj, hogy fizikailag fáj. Akkor, amikor az ember valamilyen balesetet szenved, és akkor szembesül azzal, hogy ellátják-e, avagy sem, és hogy milyen színvonalon, ha egyáltalán el tudják látni. Ez az egyik. A másik, hogy ugyanez van, mint az egészségügybe, sorolhatnám ugye a közigazgatást, a versenyszférában, ahol az iparban dolgoznak még valakik, a kereskedelemben. Szóba kerültek a felügyeleti szervek, ugye, amiket ki gyakorlatilag felszámoltak, és szétverték az egészet, nem működnek. Arra akarok kiukadni, hogy alulról elkezdenek szerveződni ezek a bizonyos mozgalmak, de én szerintem addig nem lesz ebből igazán átütő erő, még fülön nem lehet fogni a politikusokat, illetve a pártokat, és azt mondani, hogy na itt van ez és ez a kezdeményezés, akkor lehet pénzt, paripát, fegyvert, mert nekik van szervezetet, erre ráállítani, és nyomulni. Mert akkor, amikor a sztrájk szóba kerül, nekem mindig azok a képek jutnak eszembe, amit még az Átkosba fiatalabbként láttam. Büszkén mutatgatta a tévéhíradó, hogy franciák, olaszok százezrével mennek az utcára, és gyakorlatilag egy pillanat alatt meghátrálásra kényszerítenek egy kormányt. Hát itt is ez kéne, de szerintem még az út elején vagyunk. És ehhez kívánok erőt, egészséget, illetve megpróbáltam, hogy mondjam, egy kicsit máshonnan nézni. Köszönöm. Jó estét kívánok, Somogyi Edith vagyok. Én egy tömény civil vagyok. 5 éve, amióta ez az elmebeteg állat hatalomra került, én azóta az összes tüntetésen ott vagyok. Tehát civil, semmi közöm az egészségügyhez, semmi közöm a pedagógusokhoz, tehát nem ott dolgozom. De én úgy hiányoltam 3 évvel ezelőtt a diák tüntetésen a pedagógusokat, az egészségügyet, a orvosokat, hogy nagyon. És én ezt felháborítónak tartom. És hogyha önök még egyszer tüntetést csinálnak, egy kérdésem lenne, ne petíciót adjanak át, ultimátumot! Ennek az országnak nem lehet más csinálni. Muszáj. És hogyha itt azt akarunk, hogy egyből a kettőre jussunk, akkor nem szadhülye petíciókat kell nyomogatni. Vagy megkérdezni, hogy olyanval a petícióval mi van? Válaszoltak rá? Biztos, hogy nem. A szociális dolgozók is tüntettek júniusban, azok is petíciót adtak át. Hol a válasz? Jó, csak ennyit, hogy határozottan lépjenek oda, és álljanak már ki. Ehhez azért annyit hadd mondjak, Judit, hogy körülbelül együtt vagyunk itt nagyon szépen, nagyon sokan összeszámoltam, majdnem 100-an. Ez azért a téli palota ostromához sem lett volna elegendő. Majd akkor, tegnap ugye József Attilát idéztem, mond mit él el annak a sorsa, hogyha valóban sikerül azt a társadalmi elégedetlenséget tudatosítani, kinek-kinek a saját szomszédságában, baráti körében, tanítványi körében, stb. De nem ehhez akartam szólni, hanem itt megindult az előző hozzászólásokban a bajok orvoslására egy jobb felügyelet kívánsága. Én a pedagógusok virágát hordozom. Isten ments olyan felügyelettől bármelyik ágazatban, amelyik az államra van bízva. Az állam úgy van kitalálva, hogy az felügyelje, hogy ki fényképezkedik Máriával,
hogy azt felügyelje, hogy kit kell holnap bejelenteni, hogy nem készült az órájára, mert az eleven beszélgetéseken vett részt. Nem jó megoldás egy a jelen körülmények között, a, mondanám úgy, hogy félfeudális körülmények között egy jobb felügyelet kívánsága, mert abban a pillanatban kormánypárti úriemberek és úriasszonyok társasága leszünk. Boldogan fogja a kormányt támogatni, és azt fogja felügyelni, amit az imént mondtam. A megoldás arra felé vezette, hogy azt a mentalitást hogyan lehetne előállítani, ami Máriában megjelent, ami Mária munkatársainak megjelent, ami valamennyire többünkben bizonyára jelen van, hogyan lehet azt a társadalmi közállapotot előállítani, ahol az én vezérem belsőbbről vezére. Ez a nagy kérdés. Szolidaritás. Csak egy rövid, röviden szólítom meg Sándor Máriát, hogy mondja el, hogy hogyan is volt az. Az anyám hívott föl telefonon és mondta, hogy most beszél a Sándor Mária tutaj, ma idejövök, a klubrádióban, és azt mondta, hogy randevúja volt, megbeszélt, lefixált találkozója volt Balogh Zoltán miniszterrel, ugye mert olyan, hogy egészségügyi miniszter, meg oktatási miniszter előtt nincsenek. Az államtitkárral? Kamara elnökével, bocsánat, akkor elnézést kérek. De hogy nem mondta le, és el sem állt. Ezt hallottam. Akkor elnézést kérek a pontatlanságért, de a jelenség. Dr. Balogh Zoltán, ő a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának az elnöke, és nem összekeverendő Balogh miniszter úrral, aki lelkész. A tévedés abból is adódhatott, mind a médiában, mind az emberek között, hogy magában a levélben, ebbe, amiben megtudtam, hogy eljárás indul ellenem, ő a nevét, vagy aki írta, úgy írta le, hogy Balogh Zoltán, tehát a H lemaradt, és ebből is adódott a félreértés, de hát több ilyen helyesírási hibát is találtunk a levélbe, tehát a MESZK elnökségével értelmezni is nehéz volt ezt a feljelentést. És akkor a Hír TV-ben kértek fel engem, éppen leérkeztünk Balatonra az éves 5 napos szabadságomat, hogy töltsem, és hogy most azonnal menjek vissza Budapestre, mert hogy meghívták Balogh urat, és én mondtam, hogy elnézést kérek, de én nem tettem meg a családommal, hogy visszautazok, és hogy akkor mi lenne a legközelebbi időpont, és akkor megállapodtunk, hogy én augusztus 19-én hajnalban jövök fel Budapestre, és akkor augusztus 19-én este a Hír TV-ben találkozom Balogh urral, és hát Balogh úr a Hír TV felé jelezte, bár ő értett egyet ebben az időponttal, illetve mondta, hogy ő ott lesz, és akkor ott találkozunk, hogy ő mit mondott, Laci, milyen okokból? Objektív okokból, igen, nem tud eljönni erre a beszélgetésre, amit én nagyon sajnáltam. Ennyit tudok róla, azóta sem beszéltem vele. Megpróbálok nem gerjedni erre a hírre. Ugye elhangzott itt közben már kérdésként is, hogy vajon a MESZK és a FESZ között van-e valamiféle közeledés, vagy éppen feszülés, egymásnak támaszkodás. És itt jegyezném meg, hogy pont a kamarai tevékenységek folytán a FESZ
elnöksége, illetve a tagság igénye is, és én gondolom azt, hogy az ágazat igénye is ez, a munkavállalók igénye, hogy mindenféleképpen keressük azt a lehetőséget, hogy az együtt munkálkodás, az együtt kiállás dolgozzon az ágazatban. Ezért mi mindig készek voltunk, most is készek voltunk, és most is készek vagyunk a kamarával leülni, egyeztetni a problémákat, nem a Facebookon, vagy nem tudom milyen csatornákon keresztül szórni, hanem valóban üljünk le és egyeztessünk. A hír kapcsán, hogy Balogh Zoltán kamaraelnök jelezte a tévébe, hogy szívesen beszélgetne Máriával, megismerni az ő álláspontját, és ehhez egy közvetítésre lenne szüksége. Én még másnap felhívtam őt telefonon, és felajánlottam, először is egy beszélgetés kell, üljünk le és beszéljük át a dolgokat, és ezt a közvetítést is felajánlottam, amelyet a kamara elnöke szívesen vett és elfogadott. Tehát nekünk is meglepetés volt, amikor a hírtévés riport kapcsán egy lemondás érkezett, és illetve az én érdeklődésemre szintén egy SMS-ben küldött lemondás érkezett a délutáni közös találkozóra, hiszen akkor ott hárman ültünk volna le egy közös beszélgetésre. Azóta is várjuk, hiszen ebben az üzenetben volt, hogy majd a területi elnökökkel és az elnökséggel közösen hoznak egy döntést, és ezt közlik velünk. Ez a döntés valószínű, hogy nem született meg, vagy pedig, hogyha megszületett, az üzenet még nem íródott meg azóta sem. Pedig mi nyitottak vagyunk az egyeztetésre, és nyitottak vagyunk arra, hogy közösen lépjünk fel az ágazat érdekében. Köszönöm. Az előző felszólásomnál lemaradt egy fontos gondolat, vagyis inkább azt mondom, hogy rosszul fogalmaztam. A májusi tüntetésen 12-én nem az volt a probléma, hogy nem voltak civilek, hanem az volt a probléma, hogy kevesen voltak. Ott 9 millió embernek ott kellett volna lenni az egészségügyi érdekében. Ez az egyik. A másik dolog pedig, hogy ez a petíció és ultimátum, szóval szerintem, ha már egy kicsit beszéljünk a jövőről, össze kellene fogni. Itt van egy komoly ápolós csoport, van egy oktatási csoport, diákparlament, le kellene ülni, összefogni, és amikor megvan ez a kritikus tömeg, akkor lehet ultimátumot letenni az asztalra, addig szerintem felesleges. És amiről nem beszéltünk, és azt hiszem még a legelején volt téma, a hölgy kérdezte a félelem. Ez szerintem nekem ebben van tapasztalatom, és nekünk ugye a közösségnek van tapasztalatom, mivel civilek vagyunk, nem nagyon van olyan, aki nem támad bennünket napi szinten mindennel. Tehát össze vagyunk mosva, jobb oldal, bal oldal, mindennel össze vagyunk mosva, adományokat nem osztjuk ki, tehát mindenféle történet, és ez pontosan azért, mert jól működünk. És Máriát is ezért támadták szerintem, mert tudják, hogy itt valami jól működik. És igazándiból félni szerintem nem kellene. Megmondom, hogy miért. Itt van egy élő és kézzelfogható csodálatos példa. Ott ül velünk szembe. Tehát ő egyedül, a Mária egyedül kiállt, és képviselt egy egész országot. Megtámadták ugye ezzel a nem is tudom, mi volt a neve ennek a történetnek, mert annyira etikai hülyeséggel megtámadták. Mi történt? Odaálltunk mi, akik itt vagyunk, meg még rajtunk kívül több százan, felháborodtunk, és egyszerűen visszavonták. Egyedül nem tudjuk megváltani a világot. Ez csak úgy megy, hogyha összefogunk, és együtt egymásért, és megyünk előre az úton. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt több helyről elhangzott az is például, hogy a civilek azok vajon miért nem állnak teljes mértékben mellénk. Hát nekem az a véleményem, hogy azért nem, mert amikor az ember bekerül a kórházba betegként, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi pénz van a zsebében, azt akkor is arra fogja áldozni, hogy egészségesen távozzon onnan. Ha megteheti természetesen.
Úgyhogy amíg ez a folyamat él és van és létezik és működik, addig igazából tisztelet adoknak, akik mellénk állnak, de nagyrészt nem fognak mellénk állni. Tehát legelőször nekem az a véleményem továbbra is, annak ellenére, hogy abszolút nem kívánok senkinek a zsebében turkálni, hogy amíg van a paraszolvencia, addig a civilek nem igazán fognak mellénk állni. Kik adják a paraszolvenciát? Hát a betegek adják. Azért mondom, hogy a betegek a civilek. Tehát, ja, és hogy kinek? Hát ez a legfontosabb, de ezt nem kell mondani, mert szerintem ezt mindenki tudja. Tehát egyszer azt látnám, vagy azt hallanám, hogy Marcsi mondjuk fölhív telefonon, és azt mondja, hogy hát most nem a doktor kapta, én kaptam. Ez mekkora poén lenne, nem? Ezzel kapcsolatban szeretnék mesélni valamit. Édesanyám azt mondja nekem tavasszal, édeslányom, baj lesz ebből. Mi kell nektek az utcára menni, hát nincs olyan nagy baj azért az egészségügyben. Jó-jó, sokat dolgozó, kevés a pénzed, de van munkahelyed. No, anyukám, neked még nem fáj eléggé. Azért nem fáj neked eléggé, mert ha orvoshoz kell menni, akkor én elintézem. Elintézem neked, hogy soron kívül fogadjanak, elintézem, hogy ne kerülj váró listára, neked nem kell bevinned a gyógyszert a kórházba, és téged rögtön ellátnak, amikor csöngetsz. Mert én ápolónő vagyok, a lányod, és segítek. De hol van az a 8 millió ember, akinek nem ápoló a lánya? Azok váró listára kerülnek, de még mindig nem fáj nekik eléggé. Majd amikor azt veszik észre, hogy nem lesz, aki az ágy mellett odaálljon, egy pohár vizet adjon, a pelenkát kicserélje, a szennyes ágyneműt elvigye az ágyától, na akkor lehet, hogy eléggé fog fájni nekik is, és talán akkor föl fognak állni, de még ebben sem vagyok biztos. Akkor, amikor bemegyek reggel dolgozni, és csak ezért megyek be, mert már ez a pénz, amit kapunk, ez már megalázó. 30 éve dolgozom 128 ezer forintért felsőfokú nem diplomás végzettséggel. Napi 12 órában hétvége ünnepnap, két gyerekem van. Van egy férjem, aki eltart minket, mert ebből a pénzből nem tudnánk megélni. Csak azért megyek be, mert azt mondják a betegek, hogy maga van mai cuka. Igen, igen, holnap is én leszek. Akkor napsugaras napunk lesz. Köszönöm. Akkor most a Mari jön, és errefelé volt még jelentkező? Kicsit ott. Köszönöm. Én egyetemi oktató vagyok, és az Eleme Nemzetbűnnek és az oktatói hálózatnak is tagja. Elég sok mindent teszünk civilként azért, hogy ne így legyenek a dolgok, ahogy most vannak. És nem a felsőoktatásról fogok most beszélni, ami hát elég botrányos módon bántak el vele tavasszal és nyáron, 60 szak megszüntetésével, egyetemek összevonásával. Ugye az államtitkár azt ígérte, hogy mikor visszajövünk a szabadságról, akkor majd meglátjuk, hogy át vannak szervezve az egyetemek. Nem erről akarok beszélni, és nem is arról a futballmeccsről, amit már kínunkba szerveztünk arra vasárnapra, ami megelőzte azt a hétfőt, amikor a július 6-án a parlament szavazott a felsőoktatási törvényről, tehát nem ezekről akarok most beszélni, hanem arról, hogy itt ugye nagyon fontos dolgok hangzottak el, a félelemről, meg arról, hogy mennyire együtt kellene működnünk, meg hogy az ország lakosságának a tudását avval kellene növelnünk, hogy ezt a helyzetet, amiben vagyunk, és amiben ők is vannak, ezt megismerjék. Most én itt leginkább a közoktatásban dolgozók nevében szeretném azt mondani, hogy ez nem lesz. Nem fogjuk tudni a társadalomnak tudomására hozni azt, hogy milyen állapotok uralkodnak nálunk, hiszen közben megszületett a pedagógus karnak az etikai kódexe, amiben hát botrányos dolgok vannak, de most csak egyről szeretnék beszélni, hogy az egyik egészségügyi képviselő az elején azt kérdezte, hogy mi a mértség. Hát ez az etikai kódex például megmondja azt, hogy egy állami intézményben foglalkoztatott tanárnak, óvónőnek, bölcsődei dolgozónak,
tilos bármi olyat mondani a nyilvánosság előtt, ami az intézménye ellen szól. Tehát kritikát sem fogalmazhat meg. Tehát nem mondhatja meg azt, hogy nincs elég kréta, pad, fizetés, papír, akármi. És azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan fontos dolog, ami ellen szintén fel kell emelnünk a szavunkat, mert ez a szólás szabadság korlátozása. Köszönöm. Lassan kifutunk az időből, úgyhogy még három hozzászólónk van, hogyha jól veszem észre. Három nagyon rövid konkrétumot szeretnék mondani a koncertnaphoz. Az egyik az, hogy mi lesz ebből, mi fog történni, mikor fogják rövidre észrevenni a mondjuk a befolyásosabbak is, hogy baj van például az egészségügyjel. Erre sajnos az a pessimista válasz, hogy soha. Ugyanaz történik az egészségügyben, az közoktatásban, a felsőoktatásban, hogy ketté hasad a magyar társadalom egy szűkelékre és a többiekre. Az egészségügyben eléggé nyilvánvaló, hogy a fizetős intézmények, amik teljesen összeperarakban vannak a testrangbiztosítási egészségügytől, azok fejlődnek, és aki megengedheti magának, az oda megy. És a többiek maradnak, és ettől a helyzet még rosszabb lesz. Egyszerűen a befolyásosság azoknak a elégedetlennek lényegesen csökken. De ugyanezt történik akkor, amikor a hallgatóink külföldre mennek, már érettségi után, de legkésőbb az alapszak befejezése után, a közoktatásban, illetve az alapoktatásban ugyanez fog történni. És így tovább. A másik ez a bizonyos doktor Balognak az indítványa és a pedagógus etikai kötés. Szóval vegyük észre, hogy összefügg. Itt valaki túl buzgó volt, és nagyon rosszkor indított el egy eljárás, és alig, ha nem szóltak neki, hogy ne tegye, meg szóltak a befolyásolható tömegkommunikációnak is, hogy vegye le a témát, ugyanis ez az eljárás indítvány mutatta nagyon szépen, hogy mire jó egy etikai kódex, éppen akkor, amikor az etikai kódex tervezete napvilágra került. A harmadik pedig a paraszolvencia más oldalról, beteg oldaláról és az egész összefogás lehetségessége, lehetetlensége. Nagyon egyetetek azzal, hogy amíg paraszolvencia van, addig nem lesz jövő felháborodása. Van ennek egy másik oldala. Ez egy olyan társadalom, ahol az évszázados hagyománya van annak, hogy az érdekeinket egyénileg és külön utakon érvényesítjük, és nincsen hagyománya a kollektív érdekérvényesítésnek. Ez az egyik problémánk. Köszönöm szépen. Tehát elérkeztünk lassan a beszélgetés végéhez, és ilyenkor még mindenkinek támad a gondolatai, de sajnos ez lesz akkor az utolsó hozzászólás, amit elfogadunk, ami és az Ádám kért még szólt, és hát csinálnék egy kis reklámot a körünknek, és azt mondanám, hogyha mert Lencsényi László tanár úr azt mondta, hogy 100-an vagyunk, és hogy nagyon sok emberre lenne szükség ahhoz, hogy azt a társadalmi nyomást, hogy ultimátumot lehessen adni, azt el tudjuk érni. Viszont ilyen kört csinálni, mint a mi körünk, azért lehetséges, és hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy a saját környezetében elindítson beszélgetéseket, és úgy érzi, hogy támogatásra szorulna, vagy szeretne tőlünk technikákat tanulni, akkor nagyon szívesen segítünk abban, hogy ez megvalósulhasson, mert úgy látszik, hogy most nagyon sok új arcot láttam, hogy nagyon jó így közszerületen, szabadon beszélgetni, és úgy látszik, hogy ez erőt adhat ahhoz, hogy az ellenállás fokozódjék, és átlépjük azt a kritikus küszöböt, kritikus értéket. Tehát én csak ennyit szeretem volna mondani, és akkor még tovább megy a mikrofon, és a végén a Homoke Andrea fog mondani egy pár szót. Nem akarok nagyon gonosznak látszani, pedig biztos az leszek. Adok egy lámpát, de úgy világítson, hogy ne látszódjak, jó? Tehát, hát most én is úgy érzem, hogy egy vagyok azok közül, akik itt körbeültek, csak egy vállaltam egy kis feladatot.
Amiről én szeretnék beszélni az, hogy itt a szolidaritásnak mégiscsak azért több különböző szintje van. Az egyik szint az, ami a menekültek felé forduló embereket jelenti, akkor, amikor az ország kormánya legszívesebben 70 évvel ezelőtti mintákat követne, akkor sok-sok ember menekülő halál elől érkező emberek mellé áll, és közöttük vannak ápolók és orvosok, és ezt én láttam, tanúsítottam és dokumentáltam is, és azt gondolom, hogy azon a napon, amikor 30 vagy 50 ember holttestét találták egy hűtő teherautóban, akiket valószínűleg a mi országunkból vittek nálunk boldogabb országok felé, akkor erről itt meg kell emlékezni, és ezért kértem szót. Bocsánat, én már lemondtam, hogy megszólalhatok, mert egyszer már megtettem, de ha még egy percet rám, és szeretném csak egy picit pozitívabb irányba befejezni ezt a beszélgetést, amennyiben én ők az utolsó, hogy azért lássuk, hogy mindaz, amit hiányolunk, a társadalmi összefogást, annak azért voltak már az elmúlt hónapokban példái, és itt szó esett a felsőoktatásról, ahol szintén a borzalmas intézkedések egyike volt például a kancelláriának rendszerének a kialakítása, meg a konzisztori megyebe. Két olyan felsőoktatási intézmény is volt, az egyik engem közvetlenül segített, az Önakadémia, a másik a Színvészeti Főiskola, ahol megválasztott kancellárokat sikerült szenátusi ellenállással a helyéről elmozdítani. Ezeket csak azért hoztam föl példaként, hogy vannak lehetőségek. Még nem eszkalálódott ez a két eset sajnos az élet egyik területére, de próbáljuk ezeket is szem előtt tartani akkor, amikor legyintünk, hogy úgy se változik semmi. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, vagy jó estét, Kömides Mária vagyok, én a pénteki csecsemő osztályán dolgoztam, most már elég régen nem dolgozom. Közelebb? Hogy én csak a paraszolvenciához szerettem volna hozzászólni, hogy és a civil társadalom azt hiszi, hogy a paraszolvenciától gyógyul meg. Pedig ez nem így van. Sziasztok, jó estét! Homoki Andrea vagyok, az Eleven emlékmű egyik szervezője, aki még nem ismerne. És hát az első szavam az mindjárt a köszönetnyilvánításé lenne. Egyrésztről köszönjük szépen az egészségügyiseknek, Sándor Máriának és a FESZ-nek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy eljöttek közénk beszélgetni. És köszönjük szépen Csillag Ádámnak a mai közreműködését, és hogy itt végig a beszélgetés alatt felvételt készített rólunk. És nem utolsó sorban a Szabadság téren lévő másik csoportnak, a Szabadság színpadnak is köszönjük szépen, hogy segítettek a hangosításba, hogy székeket hoztak át nekünk. Minden hétköznap 17:30-tól a téren, ott a betonon megtaláljátok őket, minket pedig kedden, szerdán és csütörtökön 18:30-tól itt a fűben. És aztán van nekem egy szokásos adományozásom, mivel mindig nagyon jól érzem magam a beszélgetéseim alkalmával, ezért itt a kis dobozkányban mindig egy kisebb összeget be szoktam dobni, és illetve ott is van egy dobozka. És hogyha valaki úgy érzi, hogy megteheti és csatlakozna hozzám az adományozásba, ugyanis székek, hangosítás, jön a tél, pavilont építünk, szóval mindenféle technikai dolgokra szükségünk van nekünk is,
illetve van egy jelvényünk, amit minimum 300 forintos adománynál tudunk adni, úgyhogy lehet hozzám jönni nyugodtan jelvényekért. És aztán terveztünk még itt a beszélgetés végére, ha már szolidaritás, akkor egy közös mécses gyújtást. A mécseseket ide kitettük, és itt a szobor előtt lévő Eleven emlékműnél meggyújtottunk előre pár darab, 4-5 darab mécsest. Onnan lehet meggyújtani a mécseseket, úgyhogy kérlek szépen titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk, és a mi kis tárgyas Eleven emlékművünkhöz járuljatok hozzá annyiban, hogy itt elvesztek egy-egy mécsest, és meggyújtjátok velünk közösen ott a betonnál a német megszállási emlékmű előtt a mi emlékművünket. És aztán utána még egy feladat lenne, hogy vissza kellene ide jönni, és segítsetek nekünk, légy szíves, a székeknek az összeszedésében, a takarók összeszedésében és visszavitelében. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és gyertek jövő héten is. Sziasztok, jó éjszakát! És akkor még egy dolgot elfelejtettem, jövő héten nagyon jó programjaink vannak. Kedden a beszélgetésről fogunk beszélgetni, saját magunk körében, illetve aki becsatlakozik hozzánk. Szerdán Juhász Attila a Political Capitaltől és a Jobbikról, illetve csütörtökön Jós Andrea, aki egy nagyon speciális módszerrel tanít, és vele fogunk beszélgetni. Oké, és még egy köszönet nyilvánítás Garai Robinak a versért. Köszönjük szépen! Én pedig szintén egy eseményt szeretnék bejelenteni. 3-án Kecskeméten a Szegény Kórház projekt ott lesz, hogyha van ismerősötök, kérjétek fel, hogy látogasson meg bennünket. Köszönöm! Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt, minden fekete, bennem csak kívül csompik belőlük fekete, fekete, fekete ég is fekete, tenger fekete, fák is fekete, ház fekete, álma fekete, tenger fekete, öl fekete, gáz fekete, ég is fekete, kül is fekete, öl is fekete, fák fekete, fél is fekete, öl is fekete, fekete, világ. Ezt így értem.
stones with the names of different villages and towns. That is something I also said about Austria, you know, we didn't do anything, but the Germans did. It's a quite similar situation. Austria never really had the sort of level of discussion that in Germany, you know, I'm sure. So, you know, it's a threat. Tehát az elmondanék mi nyilvánulja ennek a beszélgetés sorozatnak. Ez maga az eredmények, amit az emberek hoztak létre. Különböző emlékeivel a tárgyaival szemben ezzel, amit a kormány rendelt meg. Azért, hogy ezt a koncepcióját mi szerint
Magyarországon teljesen rendben volt minden, ami 1944. márciusáig a német megszállásig történt. Ezt elfogadtassa az emberekkel. Ezt átadta az ember. Elbúcsúzom, remélem, hogy sikerült ez a közvetítés. Köszönöm. Ezt megtettem. Megtudás kívánok, hogyan lehetne ezt az országot emberségessé tenni.